Cáfolta a pénzügyminiszter azokat a sajtóinformációkat, miszerint a szaktárca a közalkalmazotti bérek fedezésére vette volna fel a jelentős összegű hitelt. Eugene Teodorovics elmondta, egy ország számára a legtermészetesebb dolog a nemzetközi hitel. Idén már másodszor vett fel hatalmas kölcsönt a pénzügyminisztérium a külföldi piacokról. Kedden a szaktárca 2 milliárd eurót kölcsönzött, 1 milliárd 400 millió 12 éves futamidőre, 600 millió eurót pedig 30 évre. Alig néhány hónappal ezelőtt a pénzügyi tárca 3 milliárd eurós hitelt államkötvények kibocsátásával vett fel. 1 milliárd 350 millió eurót 30 éves futamidőre, 500 millió eurót 15 évre és 1 milliárd 150 millió eurót 7 évre. Ez azt jelenti, hogy idén a kormány csak a külföldi piacokról rekordösszegű hitellel terhelte meg a költségvetést. A következő években összesen 5 milliárd eurót kell visszafizetnie az államnak. Eugene Theodorovic szerint a sajtóhírek, illetve találgatások nem állják meg a helyüket, hiszen a pénz nem az állami alkalmazottak, illetve nyugdíjasok juttatására megy. Azért folyamodunk hitelhez, hogy biztosítani tudjuk a finanszírozást bizonyos szakterületeken. A pénzügyminisztérium nem azt mondja, hogy kölcsönt vett fel és odadja a nyugdíjakra vagy a fizetésekre. Országos szintű igény a finanszírozás. A pénzügyminisztérium tudja, hogy mekkora hitelt kell felvegyen, és ezt meg is teszi. A rémhírkeltők elfelednek egy dolgot, és pedig azt, hogy azért is folyamadunk kölcsönhöz, hogy fizetni tudjuk a több évvel ezelőtt felvett hiteleket, amelyeket idén kell törleszteni. A szaktárca idén komoly összegeket vett fel a hazai pénzpiacról is. Évelejétől július 9-ig 24 milliárd 400 millió lejes hitellel terhelte meg az állami költségvetést.